És itt van velem Varga Csaba, ősműveltségkutató. Itt ülünk Bugac pusztán, ezen az Ősök napi rendezvényen, stílszerűen egy jurtában. És hát nyelvészetről, történelemről fogunk beszélgetni. Mindjárt meg is kérdezném, hogy amit én az iskolában tanultam, a magyar nyelvről és a történelemről, azt úgyba, hogy van, felejtsem el ön szerint, vagy pedig van némi igazság és valóság alapja? Alapvetően nincs neki valóság alapja. Tehát nincs olyan, ez a finugorizmus, hogy egy hazug eszme, az nem a valóság, az egy eszme, amit éppen a magyarság szétmozsorására találtak ki. De ne lepődjön meg senki, honfoglalás sem történt. Történt valami akkoriban, mégpedig az nem egyébként egy nagy arányú csapat áthelyezés. Ugyanígy ehhez kapcsolódik, hogy a fogalmainkat át kell rendezni. Például a hunok, avarok, a magyar nembéliek, a magyariak, tehát Árpád, dék, azok uralkodó rétegként jöttek ide. Tehát mi itt éltünk 10, de valószínűleg 40 ezer év óta már egész biztosan, ezzel a nyelvvel, ezzel a műveltséggel, amit már hihetetlen erővel igyekeznek megsemmisíteni. Tehát nem mi vagyunk hunok, nem mi vagyunk avarok, nem mi vagyunk magyariak, hanem ezek egy katona népek, igen magas szinten államszervezésre kitanított népek, mit tudom én, Attila is, akkor már egy 800 éves uralkodó dinasztiának a leszármazottja volt. Ezek jöttek ide, de nem hódítóként, ez egy fontos hangsúlyozni, hanem katonai segítőként. Ázsiában, tehát a hunok az kitákat az jellemezte, hogy mentek Indiába, és ugyanígy, mint történetesen ide, és ahol széthullott nép volt, vagy hívták őket, akkor azt megszervezték. Attila se tett mást, az avarokra ról tudjuk, hogy kb. 20 ezer avar állik felfegyverzett. Avar hadsereg jött ide, és van adat arra is, hogy mi nem nagyon örültünk nekik, de ők is átszervezték a népet, mert a hunok, ahogy elmentek, az zűrzavar uralkodott az országban. Tehát a magyariak is egy uralkodó dinasztia, ráadásul akik Árpádék, Álmosék, Kipcsak törökök voltak, tehát nem mi vagyunk. Voltunk, nem mi jöttünk ide, hanem jöttek uralkodó rétegként. Ez még egyszer mondom, hogy Indiától kezdve egész Eurázsiában így ment. A magyar Árpádék tényleg csodát csináltak az országban, semmi gond vele, de azt is tudjuk nagyon jól, hogy a tizedét se alkották az itt élő lakosságnak. Ezt László Gyula ismerte föl először a sírokat nézve. Tehát nem mi vagyunk az a magyari nép, az uralkodóként ide jöttek. Akkor mi kik vagyunk? Az őslakosok. Tehát akiket aztán... Tehát teljesen más genetikával, mint Árpádék? Az nem biztos. Tudnélik, még mélyebbre kell menni. Tehát lényeg az, hogy nem mi lettünk, mi nem a hunokból lettünk, sokkal előbb a hunok lettek belőlünk. Tudnék, a lényeg az, hogy a jégkorszak után, tehát a Vűr volt az utolsó, itt Kárpát-medencében ragyogó élet alakult ki. Szaporodott a nép, dolgoztak, mezőgazdaság, minden. És a lakosság többlet az mindig kiáramlott nyugatra és keletre. Ezt a nyugatiak is nagyon jól tudják, hogy legalábbis Európa jelentős része innen népesült be, de kelet is innen népesült be, de ugyanakkor délre is innen mentek a népek. Tehát nem mi vagyunk a sumérok leszármazott sumérok, innen kiáramlottak, 8000 évvel ezelőtt körülbelül innen kiáramlottak, aztán a zsákutcába jutott népe. Ugyanígy Egyiptomra is vonatkozik. Hát kérem szépen, India. Hát Kőrösi Csoma Sándor, ő írja, hogy
ha majd a magyar tudósok a szanszkrit nyelvet tanulmányozzák, felismerik, hogy mi nagy a hasonlóság a szanszkrit és a magyar között. Kis Szentkatonai Bálint Gábor a tamil, az Dél-India nyelvet kielemezte, felfedezte, hát 3000 évvel ezelőtt még jól elbeszélgettünk volna egymással. És nem lehetséges az, hogy a nyelvek ugye cserélődnek, egy nép, egy népcsoport felvesz egy másik nyelv. Én most kérdezem, mert ugye tudjuk például, hogy a bolgárok is teljes egészében lecserélték a nyelvüket. Tehát... Hogyne, ott ugyanaz zajlott, mint itt, hogy akik mentek, ugyancsak magukat hunnak nevezték, és ugyancsak Attila hagyomány őrződik náluk, hát ők nagy kisebbségben voltak azon a területen élő néppel szemben, egyszerűen beolvadtak. Ugyanígy a magyariak, magyar nembéli, tehát az Árpádék, ugyancsak egy törpe kisebbséget, az uralkodó réteget alkották, beolvadtak. Ugyan a hagyomány megmaradt, tehát ők alkották a vezető réteget, az úgynevezett nemességet, de a néppel soha senki se törődik, hát az volt döntő többségben. Tehát éppen a 895 tájéken itt legalább másfél millió lakos élt. És akkor nem feltétlen az jöttek 150 ezeren a Árpádék. Akkor nem feltétlenül a szlovákok laktak itt, ahogy a... Nem volt szlovák, akkor ez egy olyan vicc, hogy hihetetlen viccek ezek. Sőt, hát genetikusok azt mondják, hogy a szlovák nép is genetikailag nagyban szinte ugyanaz, mint a magyar. Tehát az is lehet, hogy ők váltak ki így belőlünk, és valahogy elszítették a nyelvüket. Nem, a szlovák egész tragikus történelem, vagy történelmük, ők a Dráva aljáról menekültek, amikor törökök jöttek, menekültek a törökök elől. És mi bolondok még hagytuk, segítettük őket, hogy a felvidékig elmeneküljenek, de utána elkezdődtek a huszita mozgalmak, az összes rablóvezér, meg rablóbandában elkeveredtek, szóval egy hihetetlen zűrzavaros. Az nem a szlovák volt, az csak egy zavaros, rettentő, műveletlen társaság alakul, jött össze azon a felvidéki részen, és aztán kinevezték magukat népnek, közben nem azok. Tehát a nyelvük az a magyarnak a torzult tájszólásai, tehát amik már nagyon szélen vannak, elég el tudnak torzulni, annak a keveréke. Tehát a szlovákban egyébként nyelvben egyébként azt tisztelhetjük, hogy 80%-ban a régi magyar nyelvjárás bankja, tehát őszik, mint a hibernálódott volna az egyik régi magyar nyelvjárás. Nincs olyan szlovák nyelv. Hát ezek hazugságok. Térjünk vissza inkább a magyarságra és a magyar nyelvre. Nos, kérem, a magyar nyelv ősnyelv. De úgy képzelendő el ez, mert sok elhagyott. Nem baj, majd kivágjuk ezt, nem baj. Igen, tehát a magyar nyelvős nyelv. De nem mi tanítottunk másokat beszélni, ezt nagyon, nagyon jól, vagy tisztán kell látni. A helyzet a következő. Valaha egy nyelv volt. Az emberiség egy nyelvet beszélt. Mikor volt? 8-10 ezer évvel ezelőtt még nagyon valószínű, hogy ez volt a helyzet. Ugyanis a felbomlása az ősnyelvnek olyan 6 ezer évvel ezelőtt. Ez, amiről beszéltünk, ez a jégkorszak környéke volt. Ugye? Igen, tehát nem tudjuk értelmezni, hogyha máshonnan beszélek be. De az van szó, hogy nem. Az, hogy jegesedés. Hogy amint... Csukd be, ja, de mindegy. Tehát, hogy valaha egy nyelv volt, ez nagyon jól megvan a Bibliában is, tehát mint ősi időkre való emlékezet, hogy Biblia volt van, hogy valaha egy nyelv, és egyféle beszéd vala. Tehát ez annyit jelent, hogy még nyelvjárása sem volt, tehát valaha egy nyelv volt. Na most ez ment szét, tehát az emberek a Kárpát-medencéből.
mentek szertefele, benépesítették Eurázsia javarészét, ez a nyelv szétment. És akkor hát különböző viszonyok körül, földrajzi viszonyok közé került itt, így, ott, úgy, ott, amúgy, elkezdett nyelvjárásokra bomlani. Erre mondta László Gyula a maga óvatos fogalmazásával, hogy Eurázsiában a magyar volt a közlekedő nyelv. Tehát az annyit jelent, ez a nyelvjárás hálózat, hogy nyelvjárások voltak, ma is Kárpát-medencében is van, de ezek keresztül kasul értették egymást. Csak hogy a változás elindult, meg létrejöttek egy durva politikai határok, hódítások megjelentek, elnyomások, rablások, tehát területeket elzárták, a kiegyenlítő hatás már nem működött a nyelvjárások között. Emiatt egyszer csak felfedezték, hogy mondjuk két különböző nyelvjárás van, értették egymást, és egy idő múlva felfedezték, Jézus Máriám, nem értjük már egymást, annyira szétvált a kiejtés, a mondatalkotási szokás, stb. És ez is megvan a Bibliában, csak ők tömörítve ezt a régi emlékezetet a Bábel tornyához építéséhez kapcsolják, hogy Isten összezavarta az emberiség nyelvét. Tehát rádöbbentek, hogy Jézus Mária a régen egységes Eurázsiát lefedő, és le a Nílus völgyébe, indiai területekre, már nem értik egymást. Tehát, hogy elváltoztak a nyelvjárások, teljesen elszakadtak egymástól, és így jöttek létre a ma különböző nyelvekként számított nyelvek. De hogyha nézi az ember, magyar ember, megdöbben, akármerre jár a világba, van, és figyel, végig nélkül rengeteg magyar szót hall. Mert azok még megmaradtak eredeti állapotában, és a lényeg az, hogy, tehát, hogy az ősnyelv szétterjedt, különböző nyelvjárásokra vált, azok lassan elkezdték nem érteni egymást, és a mai állapot így alakult ki, ez úgy értendő, vagy az a furcsa helyzet alakult ki, hogy ez az ősnyelv, egykor még közös ősnyelv, legtisztább állapotában a Kárpát-medencében maradt fenn. Tehát ezért látunk, én bárki szókincsébe belenézünk, hát rengeteg közös szó van még. Nem régi folyamat, ez csak 6-7 ezer éves folyamat. Tehát mi őrizzük legtisztább állapotában az ősnyelvet. Ez hihetetlen magas szintű szellemi nyelv volt, itt változott meg legkevésbé, és olyannyira, hogy még az egykori szerves gondolkodás, ami ezt a nyelvet létrehozta, az még mindig megvan. A legkeményebb szellem vagy agymosások ellenére is még mindig itt él. Tehát gyakorlatilag mi nekünk úgy kell tekinteni másokra, akár Japánra is, vagy Egyiptomira, Etruszkra, stb., hogy azok a mi leszármazottaink. Tehát mint a déd nagypapánk, déd szülők, na ez az unoka valamelyik nép, hát ez nagy az ember lett, na az azért egy okos társaság, büszkék vagyunk rájuk. Tehát mi vagyunk az ősnép. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia mégis szinte mindent úgy definiál, hogy mikor hogy mintha mi mindenhol loptunk volna a szavakat. Tehát hogy nem volt szavunk, mert minden szláv eredetű, mikor a gyermekeinknek nevet választottunk, akkor is rögtünk ezeken a magyar keresztnevek tárán, hogy Csaba. És akkor utána van írva, hogy ismeretlen eredetű magyar név, tehát, de a legtöbb a szlovák eredetű. Tehát olyan, mintha magyar, azt próbálják velünk elhitetni, hogy a magyarság időt a Kárpát-medence, és nem tudott nevén nevezni semmit. Tehát a Laura azt mondta, hogy amíg valaki meg nem tanította arra, hogy a lovat hogy kell hívni, szóval, hogy valahogy itt nagyon nagy ellenszélben... Igen, hát ez bizony a magyar nemzet ellen folytatott nagy háborúnak a látható
oldalai. Van egy barátom, bocsásson meg, akinek a gyerekét Göncölnek akarta nevezni, és az akadémia nem akarta jóvá hagyni, pedig ez még érzésre is, tehát még ugye a Göncöl szekér nevű szavunkban is benne van, meg annyira magyaros, nem? És a végén úgy hagyták neki jóvá, hogy a Konrád magyaros változata, és akkor így adhatta a gyerek. A német Konrád magyaros változata a Göncöl. Hadd mondjak valamit. De mindenki úgy gondolja, hogy van ma az angol nyelv, hogy az egy ős eredeti nyelv. Van ma a szláv nyelv, hát az egy ős eredeti nyelv. Van ma a német, hát az is egy ős eredeti nyelv. És van a magyar, amelyik... Innen, hát, onnan! Szedte össze. Igen. Na most az orosz, vagy a szláv nem ős eredeti nyelv. A szláv, amit ma szlávnak nevezünk, kérem, tessék komolyan venni. A Kárpát-medence észak-keleti részén, valamelyik részén beszélt egyik magyar nyelvjárás, elszakadtak, eltávoztak, kirajzottak, nagyon elszaporodtak, és az a az a magyar nyelvjárás elszakadt a Kárpát-medencei törzsnyelvtől, elkezdett önálló életet élni, tehát el szabadon burjánzani, és ezt nevezzük ma szláv nyelvnek. Az az egyik magyar nyelvjárás kicsi torzult, eléggé torzult változata. A szlovák ugyanígy, kérem szépen, a mai német nyelvterületen élők a bronzkorban ugyanazt a nyelvet beszélték, mint mi. Az egy nyelv volt, egész Európának egy nyelve volt, amit tönkretett a római agymosás, az egy borzalmas korszak volt ám a római korszak. És ami megmaradt, szóval, ahogy nem ziláltak szét, az gyönyörűen bemutatható, hogyha van időm, bemutatom, hát ez rettentően azonos a magyarral. Már azonos nyelv volt. Tehát a kelták azok is innen mentek szerteszét. Hát ők a Duna anyára emlékeznek a mondáikban, visszasírják a Kárpát-medencét ma is. Tehát, hogy egy nyelv volt, szétvált, tehát nem lehet az, hogy, és mivel mi őrizzük a legeredetibb állapotában az ős nyelvet, nem lehet azt mondani, hogy mi vettük át. Hanem ez fordítva működhet csak. Hadd mondjam, az ógörög, ezt már többen is felfedezték, hát az egyik magyar Kárpát-medencei nyelvjárásnak a folytatása. Tehát innen lementek, és bizony azok a csángók voltak, elszaporodtak, lementek a déli területre, és azt a nyelvjárást változott persze, de annyira nem, hogy még ma se lehessen fölismerni, és azt egy idő múlva ógörögnek nevezték. Kérem, az etruszkok innen mentek át, tehát az egyik magyar nyelvjárást vitték oda, tudjuk meg azt is, hogy kerültek oda, küldték őket innen. Ő feladatuk volt a Kárpát-medence, tengerparti vél. Bocsáss, mert a görög, még mondjál olyan szavakat, amik igazolják ezt a teóriát, ezt az igazságot. Ezt egyrészt a Tudományos Akadémia 1862-ben kiadott, mire egy cuccor fogarasi szótárában teljesen egyértelmű, azt akkor tudták. Felfedezte dr. Acél József is 1920-as években, jó magam is, a másik oldalát, mert Acél József a szkíta nyelvet kutatta. Tehát például a pür, pír, piros, az annyit jelent, hogy tüzes. Pyrrhos, piros. Pyrrhosis, spírezés, vagyis spiritás. És így tovább, vagy mit tudom én, nagyon lágy tájszólás beszélők jutottak oda, hogy például a vászont úgy ejtették, hogy, vagy úgy maradt meg leírva görög betűkkel, hogy fószon. Tehát a F nem is volt a V betűre hangjuk az ógörög, vagy betűjük, tehát fószon, vászon, vagy mit tudom én, tavasz úgy van leírva, hogy tofosz. Tehát aki nyelvjárásokban kicsit tájékozott a kiejtésekben, annak ez egy. Szóval hogy képzeljük el, hogy azt mondja, hogy innen kirajzottak, hogy ott nem is éltek emberek? Többnyire nem. Az a titka, hogy
Kárpát-medencében a jégkorszak alatt, az durva volt az utolsó, a vőr jégkorszak, gyakorlatilag ez az a hely volt, ahol jól lehetett élni. Tehát sokan elpusztultak? Elfogyott az egész. Aha. 37 fokos hőforrások, hát az úgyszek hozzájuk, hogy hát itt maradt meg csak a lét, a többi lehet. De nem csak azért, hanem azért is, mert igaz, hogy alapvetően cseppissé vált Kárpát-medence, de az a lényeg, hogy a legdurvább jégkorszakban is csak 8 fokkal volt alacsonyabb az évi átlaghőmérséklet. Ez azt jelentette, nem azt jelentette, hogy a tél volt rohadt hideg, éppen hogy nem, tél enyhe volt, viszont a nyarak is nagyon enyhék voltak, hűvösek. És így jött ki ez a 8 fokkal való csökkenő hőmérséklet különbség. Na de Szentpétervár mai éghajlata is 8 fokkal alacsonyabb, mint a Kárpát-medencében. Lehet ott élni Szentpétervára? Hát már hogy ne lehetne? Tehát ennyit jelentett, és itt maradhatott meg tulajdonképpen az egységes szellemi, szóval ez szellemi nép. Arra válaszol, hogy miért nem tudunk kitörni akkor ezekből a régi dogmákból? Nem elég erős az az új tudós társadalom, aki most már évek óta, évtizedek óta mondja, hogy itt valahogy másképp történt, mint amit eddig tudtunk. Hát iszonyú harc folyik ellene. Kérem, nagyon jól mutatja azt, hogy az ős nép szellemi egységben Európában hát csak 3 helyen maradt meg. Tehát ott, ahol az agymosás nem segített. Ez a baszkok, ők, iszonyú nagy kapcsolat van a baszkok meg a magyarok nyelve között, meg az írkelták, tehát és a Kárpát-medence. Ezen a 3 helyen van egységben még az ősi műveltség. Hol van baj? Írországban, baszkoknál meg nálunk. Egy baj van, hogy a baszkok azért keményen kiállnak a szabadság, szellemi szabadságuk mellett, az írek ugyancsak, egyedül mi vagyunk, akik egyszerűen bebújunk kis kamrába, és ott merünk csak szomorkodni. Valahogy úgy érzem, hogy a magyarság önvédelmével probléma van. Hogy látja ezt? Én úgy látom, hogy szóval a történelmünk olyan, hogy hihetetlen tűrőképességünk van. Hadd mondjak erre egy példát. Mi hosszú távra vagyunk, a tudatunk hosszú távra van berendezkedve. Én még gyerek voltam, amikor zajlott a Rákosi Mátyás alatt a durva TSZ-szervezés, ahol verték a parasztokat, hogy lépjenek be. Én Somogy közepén születtem, Mezőcsokonyán, ahol az apám volt református lelkész. És a szomszédban lakott a Lajos bácsi, aki akkor már 80 évnél idősebb volt. Csak hogy kis gyerekként is azért furcsának találtam, hogy ott verik a parasztokat. Hát mondom, mi ez Lajos bácsi? Hát azt mondja, hát ez nagy baj, hogy tönkre teszik a magyarokat. De azt mondja, 80 évnél idősebb ember, hol lesznek ezek már 100 év múlva? Tehát ő azt tudja, hogy nem éri meg, mert pár év múlva meghal, de ő úgy gondolta, hogy hát jönnek, elmennek, ez mindig így volt, ez összefügg az a tapasztalattal. Itt éltünk, hol hunok voltak a fejünk fölött. Tehát csak tűrjük, és akkor egyszer csak majd kikerül. Egyszer csak tele van a pucánk, bocsánata. Tehát, hogy egy ideig ez megy, és akkor hirtelen előbukkan a magyarság. Közben nem is látni, de előjön. Ez a nyelve, a szellemisége, műveltsége ilyen jellegű. De ez mindig így volt, Rákóczit is mondhatnám, hogy 56-ot is mondhatom. És igen sajnálatos, hogy ez a pár évvel ezelőtti időben, szóval annyira ravasz, hatalom annyira ravasz volt, hogy ez sikerült elfolytani. Minden összeállt már, de igen, durván. Hát, csak nem 2006-ra gondol az összödi beszéd.
eltudsz találni. És végül kérem, tudni kell, hogy egyetlen ember volt. Hát ez borzasztó, aki kimert állni. Szóval, hogyha ő nincs, hát Putraházi György, ha ő nincs, akkor, akkor a teljes magyarság, hogy mondjam, szóval megalázó. Szégyenben. Szégyenben maradt volna. Szóval ezt látni kell tisztán, és azt is, hogy, hogy egyszerre nem eresztik szabadon semmi, még tárgyalás sincs, illetve van, de ez a kész viccek. Bocsánat, az ő szeméből nem, nyilván. Hogy majd lássák az emberek, hogy lám, ha egy szabadsághős előbukkan, annak vége. Azt mondja, hogy nem fogják szabadon ereszteni? Azt én nem tudom, de hát előbb-utóbb nem tudnak vele mit kezdeni, de nem is ez a kérdés az ő szempontjából. Igen, meg magyarság szempontjából igen, de a hatalom szempontjából meg kell ez a, az elrettentés, de ezzel is csak elodázni tudják ám azt, hogy a magyar ne bújjon elő megint, mert ez ilyen a magyar ember. Hosszú távra van berendezkedve. De ezt csak elodázni lehet. És én békes ember vagyok. Én, de én azt látom, hogy megint mintha érne a helyzet. Hát akkor ez egy nagyon jó végszó lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.